A Sárospataki Református Általános Iskola első osztályos diákjai egy színes műsorral lepték meg a Karolina óvoda és bölcsöde kisgyermekeit. Ezzel szerették volna bemutatni nekik, hogy az iskola igazán jó dolog, mert nagyon sokat játszanak és természetesen tanulnak. Így már számolni, írni, olvasni is tudnak. A nevelési intézményben jelenleg 100 olyan kisgyermek van, aki nagycsoportos, és szeptembertől megkezdhetné általános iskolai tanulmányait. Nagy hagyománya van ennek, hogy ilyenkor Balázsnap környékén az első osztályos gyerekek eljönnek ide az óvodánkba, és hívják azokat a nagy csoportosokat az iskolájukba, ahová ők járnak. Nagy-nagy örömmel fogadjuk őket, két szempontból is. Egyik oka az, hogy tényleg megmutatják mindazt, amit már ez ideig tanultak, verseket, dalokat, kis vidám, ságot adnak elő abból az első osztályos anyagból, amit ők megismertek ez ideig, és a másik talán ettől még nagyobb jelentősége, hogy visszatérnek az óvodába, és ez olyan nagy boldogság, mikor az első osztályos gyerekek visszajönnek az óviukba, és találkoznak az óvónénével, a csoporttársaikkal, ilyenkor a műsor után bemennek egy picit a csoportba, nosztalgiáznak egy kicsit, hisz egy évvel ezelőtt ők még óvodások voltak, és ezt látni, ezt az örömöt, ezt a találkozást és ezt megélni, ezt a boldogságot, bizony nagy-nagy öröm. Jelenleg a Sárospataki Református Általános Iskolában egy első osztály van, 32 kisgyermekkel. Éppen ezért az oktatási intézmény vezetői azt szeretnék, hogyha ez az érdeklődés ebben az évben is meglesz, két osztály indulhasson. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hiszen tudjuk, hogy sok mindenki az iskolával riogatja a gyerekeket, és azért is próbáltunk egy olyan vidám kis műsorral jönni, mert azért nálunk is vidáman telnek a napok, és természetesen igyekszünk olyan műsorral készülni, ilyen olyan programokkal, hogy az óvodások ne megrettenjenek, hanem örüljenek, hogy jövőre már ők is iskolások lehetnek. Természetesen a gyerekeket nem nagyon kellett arra ösztönözni, hogy részt vegyenek a kis műsorban, hiszen több dalt már együtt énekeltek a kisiskolásokkal.